Erdős Kamil 1924. május 16-án született Budapesten. Erdős Kamil a kutató, Karcsi a parnorom. A szerepek és az identitás átjárhatósága egy egyedülálló kiállítás bemutatásán keresztül címmel tartott előadást Szappanos Gábor történész szerda délután az Almási Kastély Stefánia szárnyában. A Múzeumi Szabad Egyetem soros előadása a ciganológus etnográfust mutatta be az érdeklődők számára. Cintem. Vált. Másnap délelőtt pedig a Gyulai Vár termében hallgathatták meg az előadást a Gáferenc Egyetem Egészség és Szociális Tudományi Kar szociális tanszékén tanuló hallgatók. Már hagyomány, hogy a diákok a tavaszi szemeszterben ellátogatnak a kastélyba vagy a várba. Az idei látogatás aktualitását Erdős Kamil azért adta, hiszen a kurzusaik között az egyik, a Szociológia 3, a romák társadalmi integrációjáról szól. Ezen belül minden évben megemlékeznek a ciganológusról. A szociális munkásoknak nagyon fontos az, hogy a cigánysághoz kapcsolódó kérdéskörökkel a cigányság kultúrájával, az elfogadással, a toleranciával dolguk van, csökkenteniük kell, akár önmagukban is, de másokban is, a társadalmi környezetükben, a társadalmi előítéletességet a cigánysággal kapcsolatban. Ehhez nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy ugye az előítéletnek, mint sajátos attitűdnek a kognitív, az ismereti oldalát erősítsük, és ezen túl a affektív érzelmi, illetve a konnatív viselkedéses dimenzióit is megerősítsük. A ciganológus etnográfus hagyatékát az Erkel Ferenc Múzeum őrzi. A hatalmas anyag 514 negatívot, kéziratos feljegyzéseket, valamint szakkönyveket, a cigánysággal kapcsolatos irodalmakat tartalmaz. A Néprajzi Múzeum 2022 nyarán felkereste a Gyulai Intézményt, hogy segítse a munkájukat a digitalizálást illetően, hiszen ők a legmodernebb eszközökkel tudják megmenteni ezeket a negatívokat. Az együttműködés során terepkutatások is zajlottak, Lehetőségük szerint visszamentek azokra a településekre, ahol Erdős Kamila fotókat készítette. Munkájuk során próbálták felkutatni a képeken lévő személyeket, hogy a meglévő anyagokat árnyalják történetekkel, és bemutassák az adott szereplő sorsa a későbbiekben hogyan alakult. Erdős Kamila azt hangsúlyozta mindig a egész életes során és a munkásságában, hogy ne vegyük a cigányokat egykor a fél nemzetség van, törzs van, akkor ő azt a kifejezést használta, hogy törzs már lesz. Nem használjuk, és ő alapvetően nem volt egyébként néprajzos, hanem a tanulmányokat, a néprajzi kutató munkát azt ő eszközként ő kezelte a cigányságnak a felemeléséhez. Alapvetően az ő álláspontja, meg az én álláspontom is, hogy ő valójában az ember fél az ismeretlentője más kultúrájú emberektől, de hogyha föltesz néhány kérdést, megismeri a félelem tárgyat, akkor valószínűleg sokkal békésebb lehet az együttélés. Erdős Komió munkássága páratlan. Hiszen alig tíz év alatt hozott létre egy olyan életművet, amely nem terjedelmében, hanem a szemléletében kiemelkedő.